Sziasztok! Üdvözlök innen mindenkit! Híres hírhet Lomkorona Östvény. Nél vagyok hamarosan, ezt fogom majd közelebbről megnézni. Majd kicsit közelebb élek, akkor mesélek a történetéről is. És egyébként látom, van egy kilátó is mellette. Na akkor majd viszont majd oda is fel fogok menni, hogyha nyitva van. És akkor esetleg felülnézetből is megnézzük. De hát nem semmi, sikerült ide is eljutni. Na, és akkor itt vagyunk a Lomkorona Ösvénynél. Vannak biciklitárolók, az most legalább jól jön, tehát valamire már is lehetett használni, és itt van maga a Lomkorona Ösvény. És itt volt egykor az erdő ezen a részen, ezt a Google-nek a műhold képéből lehet látni, hogy amikor készült, akkor itt még megvolt az erdő. És annyi a Lomkorona sétány története nehezen, hogy ugye mondom, az erdő itt volt, és akkor ide épült, tehát a pályázat már régebb óta be lett adva, már évekkel ezelőtt, csak közben, mivel ez egy telepített erdő volt, ezért már vágás élet lett, és mire a pályázatot elnyerték, már az erdő ki lett vágva, viszont ennek ellenére a Lomkorona sétány megépült, hát gondolom vissza kellett volna fizetni a támogatást, hogyha nem építik meg, hát megépítették, hát most azóta meg ugye médiában erről lett ugye híres a falu, hát gyakorlatilag szerintem enélkül azt se tudnák a legtöbben, hogy a világon van ez a falu, ez ugye én se tudtam, hát eléggé kim van mindentől, meg hát betonút is csak ilyen kacifántosan veszed, de nézzük meg, ha már itt van, mert játok, azért elkészült, meg rendes, azt is írták sok helyen, hogy hát még lesincsen csiszolva rendesen, meg hogy tele van szálkákkal, hát szerintem nem. Lehet, hogy az akkor volt, amikor még nem fejezték be, de most magával az építménnyel szerintem nincsen gond, de ez meg van csinálva rendesen, csak hát ugye semmi értem. Hát mondjuk én igazából azt se értem, de hát ez nem tudom, magyarázza meg valaki, aki ez jobban élt, hogy a Lomkorona sétánynak mi értelme van úgy egyébként is, mert tudom, hogy ezen kívül van még egy valahol Makó határában, vagy itt Makó és Szeged között valahol van még egy Lomkorona sétány. De hát egyébként is, hát ugye mire jó egy Lomkorona sétány, tehát most így beépíted az erdőbe, és akkor a fátnak a lombkoronáját úgy se látsz semmit, mert ugye nincsen semmi, ott mondt maga a fáknak a lombja takarja a kilátást, ha lenne, tehát gyertek, ezek is szintén telepített fák, tehát hát egy olyan jó 10-15 év múlva meg fog nőni ennyire, hogy itt lesznek a lombjai, és akkor így semmire nem látnál el, mert maguk a lombok takarnák, és hát igazából másra szerintem nem jó, csak arra, hogy az élővilágot ott is baszogassák, ahol egyébként eddig nem tette senki, tehát itt a fészkelő madarakat, meg akik az én, mert mi más lenne egy faágon, meg a fának a lombjába. Hát ők meg biztos örülnek neki nagyon, hogy még ott se hagyják őket békén. Hát én már csak ezért se értem, hogy mi értelme van egy Lomkorona sétálynak, de hát magyarázza meg valaki a kicsit jobban. Viszont van ott egy kilátó, tehát ha másért nem azért, mondjuk ezért. Ezt nem tudom, hogy ezt akkor építették-e, hogy ez már korábban is itt volt, mert ugye egykoron kilátóra is azért lehetett pályázni mindenhol. Hát ugye az EU az erről azért híres, hogy sok mindenre van pályázat, ami vissza nem térítendő, meg azt mindenkinek megadják. Tehát ilyen turisztikai dolgokra is, hogy építesz kilátót, meg Lomkorona sétány, stb. Hát, amire igazán kéne, arra meg általában nincsen. Hát ezeknek meg sokszor szoktak is pályázni, és meg is építik, ha kell, ha nem. Tehát ide a pusztába is épül egy kilátó, aztán nem tudom, mi látnivaló van itt, majd megnézem, fel fogok menni. De hát van olyan falu, most hirtelen nem tudom melyik, azt hiszem Tyukot, hogyha jól emlékszem, ahol épült vagy 30 kilátó, és ilyen, azért ilyen másfél méteres kilátók is épültek. Hát ugye megkapták rá a támogatást, megépítették, hát aztán ennyi. Hát, az meg nem volt egy évet itt, és azt mondta mindenki, hát a polgármester mondta főleg, hogy hát nem volt feltétele a pályázatnak, hogy lomb is legyen, egy Lomkorona sétányon. Hát azt meg, hát ha meg így írták ki, hogy nem feltétele, akkor igazából papíron ebben nem lehet belekötni. De hát egyébként meg masszív, meg azért megvan ez építve rendesen, igaz, ilyen semmiből semmibe vezet. Tehát igazából semmi értelme nem volt ezt ide rakni. De hát a minőségével is szerintem nincsen baj, most ahogy én végig sétálok rajta. Hát aztán majd meg azt időncsétek el ti. Így látva a videó, de majd csinálok fényképeket, és érte folyamatosan most is csináltam. Mindjárt majd lejövünk a túloldalt. Ott van még ott két bodega, az WC lehet szerintem? Szerintem WC, de majd megnézem. Hát olyan lesz, mint a Válvölgyi kisvasútnál, amikor még megindították, hogy csináltak egy ilyen bodegát, aztán az a WC, de csak annyi, hogy bele van téve egy toj-toj budi. Csak építettek a toj-toj köré egy bodegát. És attól jobban néz ki, legalábbis szerintük. Na, tehát ennyi lett volna a Lomkorona sétány. Jó, a felirat ugyanaz itt is.
És akkor majd még el fogok nézni emelre, és itt még csinálok egy pár fényképet. És itt van a retyó, látjátok. Hát, nem toj-toj, viszont Newton rendszerű, mondjátok. Gravitációs. Ott van egy pár tűzrakóhely, tehát végül is hasznosították ezt a környéket, tehát nem leszámítva ezt a... Tényleg ez egy lomkodon a sétának így, mert igazából ez egy híd a semmiből semmibe. Tehát hogyha ezt nem tették volna ide, akkor még úgy nem is nagyon lehetne mibe belekötni, mert tettek oda is egy ilyen fedett helyet, ahol le lehet ülni. Ott van tűzlakó hely, ahova ki lehet települni, akár bokrácsozni, dumálgatni, stb. És akkor ott meg, hogy fedett helyen esik az eső, akkor meg oda be lehet ülni. Tehát lábbon még ezzel nem is lenne akkor a gond. Na, nézzük, mit írnak az akácról. Vonalbejárásoknál sokszor találkoztam vele. Az biztos nem írják sem, hogy lehet kiirtani. Ugye főleg ott a nyílvidéki kisvasútnál rengeteg vanna. Keresd meg a levelekhez tartozó nyomatokat, jó? És ezzel mit kell csinálni? Ja, hogy ezt már valaki megcsinálta, mert rendben, itt kell lennie. Aha. Jó, hát most nem tudok. Most egyik kézzel kamerázok, a másikkal meg ezeket a vizéket. Aha, jó, ja, hát az... Végül is ez csak egy kis játék. Na nézzük, hogy... Mire lehet használni az akászát? Kerítésdeszkának, szőlő, virágkarónak. És a fő küldetése az, hogy vonalbejárásoknál össze-vissza kalistoljon. Hát mondom, meg a másik oldal is itt vannak ezek a telepítők, a focsemeték ezeket, ugye nem még telepítették ide, hát ennek kell legalább 10-15 év, mire megnő, még lehet, hogy több is. Hát ha addig kibírja az a lomkorona sétány, hát nem rohad el addig, hát ugye az látszik, hogy még kátványozva nincsen, vagy nem tudom, le lehet-e valamivel kenni, ami ugye hát korhadás meg akadályozza. Mert ugye erre meg volt a régi módszer, hát ezt már a múlt században is ismerték. Sőt, még azért a múlt század előtt is, hogy be kell kenni kátvánnyal, és akkor nem korhad el. Hát hány olyan 100 éves villanypóznál is van, amelyiket még lepakoltak valamikor 1900-as évek elején, és még most is áll, mert ezt rendesen lekezelték kátvánnyal, és nem korhad el, viszont ezt már környezetvédelmi szempontok nem engedik, tehát nem tudom, hogy valami mással lehet-e kezelni, ami arra hivatott, hogy 10 éven belül ne rohadjon porrá. De hát itt van, nézzetek meg, ez meg egy ilyen kiülős rész. Tehát ide például simán ki lehet települni, sütögetni. Igaz, egyébként messze van a falutól is, meg mindentől, tehát... De hogyha valaki kijön ide, meg veszi a fáradtságot, ugye ide még bográcsot is ki lehet hozni, ezt itt lehet sütögetni, meg bármit. Aha. Hát ez a sima tűzlakó, ha használják is egy páran, úgy látom kukának is. Jó, hát... Mondjuk igen, apropó, még szemetes kukát azt nem látok kirakva, tehát most nem tudom, hogy ezt... Igazán kirakadtak volna egy párat, egy felesleges lomkon a sétányban azért kijött volna egy pár szemetes kuka, aztán talán vannak is annyira kultúráltak, akik a kóda dobnák, nem pedig ezekbe bele. Hát a szemetelés az úgy látom itt is megvan. Milyen nem lehet a kukáig elvinni, na ebbe legalább nincs szemét. És akkor a bukról is lehet itt olvasgatni. Mit ábrázolnak a képek? Ja. Pipa, igen, az megvan. Csak a K betű nem kell oda. De például az alatta lévő, ezt fel lehetne használni a P-t meg az O-t, és akkor ki meg a K-t, és kijön a pók. Hát van itt egy játszótér is, tudjátok. Mászóka, csúszda. Ott van még két mászóka, meg valami ezért csimpaszkodó is van. Meg ott is van valami tájékoztató tábla, majd azt is megnézem közelebbről. És itt van akkor az akadálypálya, két tornyos játékvár, tehát most legalább tudjuk, hogy mi ez. Fitness és játszópark, van használati rendje is. Na mennyivel lehet megterhelni, azt nem írja, csak azt, hogy túlterhelés kerülni kell. De vajon hány kilót bírnak ki? Bár biztos többet ezeket túl szokták méretezni. Simán ezért rácsimpaszkodnék, biztos, hogy kibírna. Bírni. Csak hogy megmutassam. Na, és akkor feljöttem a kilátóba. Na, ezt nem tudom hova tenni, ezt nézzétek, néhány ezért ketté tölt villanypózna. Mindenki egymás mellett, és látszik, hogy a tetején ketté vannak törve. Vagy ennek mi értelme volt ide tenni? És egyébként ennyi a kilátás. Hát olyan túl sok mindent nem lehet itt látni a nagy magyar alföldön.
Jó, hát végül is van kilátó, feljössz ide, megnézed. De innen viszont lehet látni az egész azért lombkolona sétányt úgy, ahogy van. Azt is, hogy hol volt az erdőjét is, és itt van két vizesen álló épület még, ez meg valami gazdasági telep, és ennyi is. És egyébként arrafele van a falu. Aha, na és innen viszont látszik minden. A biciklit álló, itt van maga a lombkolona tanösvény, ott van két ilyen beülős rész, ahol eső ellen, ott van a két budi. Van négy tűzlakóhely, és ugye ott a csúszda, ott van ez a csimpaszkodó, meg ez a mászóka. És nagyjából ennyi. Nem, mondom, nem lenne ez egy osz hely egyébként, hogy amelyik ez a lombkolona sétány, az abszolút áidegel ide. Igazából ennek semmi értelme. Egyébként a lombkolona sétánynak sincs semmi értelme szerintem, de hát így meg pláne, hogy így erdő sincsen, tehát most nem tudom, hogy csak simán mondjuk ilyen tűzlakóhelyre, vagy hát ilyen játszótérépítés, nem tudom, lehetett-e pályázni. Vagy mindenképpen meg kellett ezt a vaszkot is építeni, mert ennek aztán tényleg semmi értelme nincsen. Hát a kilátó viszont elég magas. Elég sok lépcsőn kellett ide feljönni.